Halihó, sziasztok, kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt a Beauty csatornámon, és most nagyon-nagyon reggel van, de tényleg most egy olyan 10 perce ébredtem fel, a hangom is még lent van alt hangszínben, és még kávét sem ittam, szóval semmi még nem történt. De meg akartam nektek mutatni ezt az arcképet, tehát ez a reggeli morning face, és ez a videó is erről fog szólni gyakorlatilag, mert annyira sokan kérdezitek nekem privát üzenetbe, videóim alatt, hogy áruljam már el, hogy mi a titkom, hogy mitől ilyen szép a bőröm, úgyhogy arra gondoltam, hogy ha titeket ez érdekel, maradjatok itt a csatornán, ne kapcsoljátok el a videót, mert beszélek erről egy kicsit, hogy én hogy tartom ilyen szépen karban, kordában a bőrömet, milyen arctermékekre esküszöm, mik az úgymond az én ilyen praktikáim, mik az én Jedi fegyvereim, úgyhogy ez a videó erről fog szólni, maradjatok velem, hogyha érdekel titeket. Előjáróban elmondanám gyorsan, hogy van a csatornán, és nem is régi, tehát ilyen eléggé aktuális termékekkel, amiket használok, arcápolási rutinos videó, úgyhogy azt az infoboxba ide le be fogom linkelni, és bármikor meg tudjátok nézni. Nos, én ezt a videót itt eltezem a kocsiba, már csak azért is, mert látjátok, hogy gyakorlatilag szinte semmi nincs az arcomon, smink. De ez így nem igaz, mégis van, méghozzá fényvédős primer, tehát egy ilyen hidratáló smink alap van rajtam, ami azt hiszem, hogy 30-as fényvédő faktorú, és rajtam van a Lancôme alapozóm, ami a leglágyabb alapozóm, amiben szintén van egy, azt hiszem, egy 30 vagy 35-ös fényvédő faktor. Ez most nagyon-nagyon fontos, már csak azért is, mert most mi strandra megyünk, és azért nyilván szeretnék ott is jól kinézni, tehát azért csupasz arccal nem megyek, de nem azért, mert hogy smink nélkül nem megyek, hanem mert egy fényvédelem az nagyon-nagyon fontos, és itt kezdődik már el az én kis mondandom, ami a Mélyen szép a bőröd című titok, válaszolj azonnal. Tehát ha annyi ilyen kérdést kapok, és igen, ez itt kezdődik. Tehát a fényvédelem nagyon-nagyon fontos. És aztán, mivel nem akarom, hogy ez a videó 40 perc legyen, ilyen kis pici etapokat fogok itt fölvenni, és a végén szerintem megmutatok egy-két olyan általam Jedi fegyvernek titulált terméket, ami szerintem tényleg segít azért, hogy még szebb legyen a bőröm. Úgyhogy kezdjünk is neki! Kisból építek palotát az udvaron, anyák és lányok a katonák. Ez a háború az ágyokban tőlem, mire megértitek, pont el földel az élet, a természet, vagyis Isten, a testem az korfold, a lelkem az szívben, a galaxis. Nos, kim vagyunk itt a strandon, és bár egyedül vagyok, mert a fiúk elmentek szaunázni, és nincsenek is sokan körülöttem, de annyira erős a fény, és igazából nem akarok így hozzátok beszélni napszemüvegben, úgyhogy lehet, hogy ezt egy kicsit el fogom halasztani, ezt a felvételt, vagy ma este, vagy majd holnap napközben fölveszem, mert így nem tudok jól beszélni, értitek? Ezt szeretem, a szemkontaktust. És ezt most nem tudom, mert annyira erős a fény. Viszont azért kárpotlásul mutatok egy kis strand életet. Különben azt még elmondom, hogy nincs direkt napfény, ma ilyen szűrt nap van, és különösen fontos ilyenkor is a fényvédelem, mert nem beszélünk eleget erről. Tehát szóval nem csak akkor kell vigyázni, hogy leégünk meg, megfogja a bőrünket a nap, stb. Ha direkt jön a napfény ugye az arcunkhoz, hanem az ilyen, látjátok, az ilyen szűrt napnál is nagyon-nagyon kell vigyázni. Majdnem, hogy azt mondom, hogy hatványozottabban. Van egy kis nyugi, és gondoltam, hogy mondok pár gondolatot, mert most megint így összeszedtem a véleményemet, vagy a saját tapasztalataimat erről a témáról, és az lenne a
az első, amit elmondanék nektek, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, ugye a kocsiban már elmondtam, hogy fényvédelem, és ezt egyébként nem hangsúlyozzák elég, és például ma is egy ilyen, nézzétek, megfordítom a kamerát, ilyen szűrt nap van, látjátok? Szóval nem, nehogy azt gondoljátok, hogy csak akkor kell testápoló, ilyen fényvédős, illetve mindenféle naptej, nem tudom hány faktoros, hogy a süt a nap. Nem. Akkor is kell, hogyha ilyen szűrt fény van, mert még azt mondom, hogy még jobban káros ez a sugárzás a bőrödnek. És nem csak a külső ápolása fontos a bőrnek, hanem a belső ápolása is. Tehát ezt most úgy értem, hogy nem mindegy, hogy mit étkezel, nem mindegy, hogy mit iszol. És bizony előfordulhat az is, hogy valamilyen termékre, valamilyen dologra te mondjuk allergiás vagy. És ez kihat a bőrödnek. Tehát nagyon sokszor el kell menni bőrgyógyászhoz, az allergiatesztekkel csinálni, mert egyszerűen nem tudjuk, hogy mitől jön rajta, mitől jön ki a bőrünkön. Mindenféle dudor, pattanás, akne, ekcéma, tehát valami oka van annak, és általában ez belső ok, vagy valami szervi ok. Én nagyon-nagyon megválogatom, hogy mit eszem. Az én étrendem az eléggé speciális, és én váltig állítom, hogy nekem azért ennyire tiszta a bőröm, mert nagyon kevés zsíros dolgot eszem, azon kívül lisztet sem, tehát a lisztes dolgokat teljesen elhagytam, gluténmentesen étkezem, és a hús nálam kimerül a csirkében, nagyon-nagyon ritkán, hogyha rántott hús van, akkor karaj, de én marhahúst egyáltalán nem eszem, és nagyon sok halat fogyasztok. Szóval ez sem mindegy, ugye, hogy mit viszünk be, milyen táplálékot. Ez nagyon-nagyon fontos, és ezt meg kell nézni. A másik a tejtermékek. Én laktózmentesen étkezem, nálam előfordul a tejtermék a hűtőben, és nagyon szeretem is, viszont csak és kizárólag laktózmentes élelmiszereket fogyasztok. Na, sziasztok! Még így vízben sem vettem föl nektek videót, és szeretném folytatni az előző eszmefutatásomat. Szóval a fényvédelmet kipipáltuk, étkezést átbeszéltük, most jöjjön az arctisztítási folyamat, illetve arról beszélnék egy kicsit, illetve hogy milyen termékeket használjunk. Nos, mi most végeztünk a strandolással, most száradunk, már megyünk haza, úgyhogy a legeslegfontosabb feladatom az lesz, ha hazaérünk, azontól, hogy kipakolom a dolgokat, meg kimosok mindent, hogy egy jó alapos arctisztítás. Tehát most elérkeztünk, ez egy nagyon sarkalatos pontja ennek a bőrápolási dolognak, hogy szép maradjon a bőrötök, hogy mindig, minden esetben nagyon jól meg kell tisztítani a bőrötöket, le kell mosni a sminket, az utcaporát, minden szennyeződést, hogy teljesen tisztán és felfrissülve kezdjétek meg az otthon tartózkodást. Szóval ezt most jól elmondtam, de értitek. Soha nem fekszünk úgy le, hogy sminkben vagyunk, soha nem fekszünk úgy le, hogy nem tisztítottuk meg az arcunkat, ez nagyon-nagyon fontos. És ugye az is fontos, hogy ezt a folyamatot hogyan és mivel végezzük el. Nos, az első kör arctisztításon túl vagyok. Én ezt általában a kádban szoktam elvégezni, vagy zuhanyozás közben, vagy fürdés közben, és praktikusan nekem itt, látjátok, itt van az összes arctisztító termékem, amit használok, és most gyorsan befordítom a kamerát, és meg is mutatom, nem azért olyan hó, de részletesen, de úgy átfutjuk, hogy mik is ezek. Szóval, amit én használok, az elsősorban, első etap egyből, az vagy habzó, vagy sima arctisztító gél, arclemosó gél. Nekem a Zihajától van egy, illetve itt van a Himalájától, ez egy ilyen habzó arclemosó gél, illetve, amit most még használok, az az Yves Rocher-nak is egy ilyen arclemosó gélje.
Ezeket ugye vízzel kell keverni, vízzel kell megtisztítani. Ezen kívül van nekem radírom is, mind a kettő a Himalájától. A radírokat általában én este szoktam használni. Micellás vizem is van, illetve tonikom, ez egy teafaolajos, ez egy nagyon jó kis nyugtató tonik a Body Shop-tól, illetve van szintén a Garnier-től és az Yves Rocher-től is van egy tonikom. És körülbelül egy héten egyszer, vagy 10 napban egyszer szoktam maszkokat is használni. Itt van nekem 3 féle ilyen agyagos és iszapos maszkom. Hát szerintem elég jól el vagyok látva. Azt gyorsan elmondom, hogy a radírokat azt csak este szoktam használni, és reggel általában őt használom, tehát minél lágyabb arclemosót, és tonikot, meg csak és kizárólag ő is tonik, és ugye ő is, sminkelés előtt. Én különben csak micellás vízzel szoktam áttisztítani az arcomat, és most mindjárt átérek arra, hogy krémezés és szérumok. Itt vannak a krémeim, amit használok, és a szérumaim. Most el kell, hogy mondjam, mielőtt most így egyesében megmutatnám, hogy én miket használok, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy te saját magad tapasztalt ki, hogy neked milyen krém jó. Én nálam általában hidratáló krémek vannak, normál, illetve vegyes bőrre, inkább olyan, ami vízhiányos, vízvisszapótló hatású, és nem mindegy, hogy mikor mit teszek föl. Tehát nálam van egy sorrend. Vannak olyan krémek, amiket csak és kizárólag reggel használok, olyan szérum, amit csak és kizárólag reggel használok, és olyan krém, és olyan szérum, és olyan egyéb, amit csak este. Láthatjátok, hogy én használok egyébként ilyen L'Oréal Hydra Specialist krémet. Ez is egy isteni Yves Rocher-tól, ez az egyik bomba. Ez az Elixir Jeunesse, ez is egy ilyen nedvességvisszapotló, regeneráló, szuper kis cucc. Én nem nagyon szoktam hámlasztani, egyetlen egy hámlasztom van, a The Ordinary-től ez a 30%-os AHA és, na, fókuszálj, 2% BHA. Én ezt körülbelül 10 naponta szoktam, és nem hagyom 10 percet, csak maximum 2-3 percet, addig bírom ki. És van egy retinolos termék, az is a Geek & Gorgeous-tól egy 0,05% retinol szérum, ezt pedig hidratálóba szoktam belekeverni egy héten egyszer. Azon kívül vannak nekem olyan szérumaim, amit nappal használok, ezt kifejezetten, ezt a rózsagráfot csak reggel, és most erre esküszöm, nekem ez a Jedi fegyverem a másik, ez a C-vitaminos szérum, ami E-vitamin és hialuronsavat is tartalmaz. Ez egy szuper kis szérum, és ezt önmagába is használom, és hidratálóba is belekeverem. Őket szoktam este használni, vagy őt. Ez egy Yves Rocher kamillás hidratáló, ez a Diadermin-nek az éjszakai kréme. Ez az Ordinary hidratáló is nagyon jó, vannak szemrátkrémeim. És akkor most kifejezetten beszélek nektek még külön 2-3 dologról. Említettem azt is nektek, hogy használok maszkokat, és most megmutatom, hogy mit tettem az arcomra, ez milyen maszk. Ez egy tulajdonképpen nem egy látható maszk, bár amikor felraktam, akkor ilyen zöld színe volt. A Body Shop-tól ez a Hemp maszk. Azt mondja, hogy éjszakai maszk. Én nem hagyok fönn éjszaka magamon maszkot nyilván, úgyhogy én ezt fönnhagyom egy 10-15 percig. Másodjára használom különben, ez egy 5 ml-es kis tasak. 2 alkalomra bőven elég volt. És nézem, hogy esetleg valami tudnivaló, még ha gondoljátok, most pauzázzátok le, és akkor látjátok. Egyébként azt látom már most itt valamelyik nyelvnél, hogy 5-10 percig hagyja fönn. Jó, akkor végül is ezzel nem lőttem mellé, hogy én ezt lemosom vízzel. Másodjára használom, és nagyon kellemes, bársonyos puha utána a bőröm. Egyébként ez kiskorom óta megvan, ez az ilyen arcápolási foglalatosságom. Nekem mindig is egész jó bőröm volt, tehát én nem voltam ez a pattanásos kislány, akinek tele van ragyával a feje,
hanem inkább más problémák voltak, hogy allergiás lettem egy angora pulóverre, például, és akkor begyulladt az államvonala, vagy most például nem olyan rég ugye ez a maszk, amit ugye a vírus miatt hordani kell, ekcémát kaptam így körülötte, szóval inkább egy ilyen nagyon érzékeny bőröm van, és akkor, ha valami irritálja, tehát ilyen kontakt allergia esetén jön ki rajta valami, de nagyon figyelni kell, mondom, hogy mit teszek föl. És ez nem csak az ugye étkezés, amit már megbeszéltünk, fényvédelem, és nem csak az ilyen kozmetikumokra vonatkozik, hanem a sminkekre is. Tehát én nagyon-nagyon megválogatom, hogy milyen smink az, ami az arcomat érheti. Szemkörnyékem is különben nagyon-nagyon érzékeny. Ugye nekem itt volt egy nagyon nagy anyajegyem, amit én tavaly, pontosan egy évvel ezelőtt leoperáltattam, tehát volt egy ilyen plasztikai műtétem, gyönyörűen begyógyult, egyébként csodálatos, nyom nélkül gyakorlatilag nem is lehet látni, belső varrattal lett ez megműtve és befejezve. A varatokat kiszedték, úgyhogy itt nekem azért érzékenyebb a bőr. Tehát itt egy új bőr képződött, nagyon-nagyon vigyázok, és speciálisan ezt a területet külön ápolni szoktam, és most letisztítom az arcomat, és befejezem a videót, megmutatom azt a 2-3 terméket, amire különösen esküszöm, amit úgy gondolok, hogy elengedhetetlen az én arcápolási rutinomnál, és előszeretettel használom, és szerintem jót is tesz. Nos, arctisztítással meg vagyok, és a tegnaphoz képest ez már ma. Szóval ennyi csalás van a dologban, hogy most ezt itt 2 nap alatt veszem föl, tehát ott hagytuk ugye abba, hogy föltettem azt a maszkot, megtisztítottam a bőrömet, stb., és ott eltelt egy éjszaka. És ugye ma szépen azokkal a kis könnyű arclemosókkal megtisztítottam reggel a bőrömet, szokásos tonik, ugye az alapozás előtt, és most szeretnék külön kiemelni, ide raktam 2-3 terméket, de egyébként 4, de 3 márkától, és egy picit szeretnék róluk külön beszélni, és itt fogom aztán bezárni a videót. Már sokszor elmondtam, hogy a Zelkának az argánolaja csodákat tesz. Most már látjátok, hogy ilyen pici van belőle, de én már utána rendeltem egy újat. Körülbelül ez a, hát nem tudom, talán 30 ml vagy 50 ml, nem tudom, egy ilyen évig elég. Tehát ez tényleg mindenre jó. Tehát kezdjük azzal, hogy hegeknek a regenerálásához isteni. Ha száraz a bőröd, vagy hámlik, akkor is jól táplálja. Nem csak az arcra használhatod, hanem körömre, hajra, bármilyen regenerálásra. Ez egy univerzális csoda, és én ezt tényleg nagyon-nagyon ajánlom nektek, hogyha bármilyen olyan problémátok van, ami helyrehozandó bőrképződés, tehát táplálás céljából, menjetek föl a Heliadé webshopba, és ott megtaláltok Zelka termékeket, egyébként a krémek is nagyon jók, és én kifejezetten a hegemet is ebben gyógyítottam, egy éve minden nap, tehát napi szinten kenem ott a bőrt. Egyébként itt volt. Tehát, hogyha nagyon-nagyon ráközítek, látjátok, egy nagyon-nagyon halvány csík van. És az, hogy ez ilyen gyönyörűen regenerálódott, bizony, ő is tehet róla. A másik, ami szintén valami fantasztikus dolog, ez az aktív C-vitaminos szérum, ami ferulik acidot, E-vitaminot, gotukolát és hialuronsavat tartalmaz. Napali éjszakai anti-aging programhoz. Ezt a Medinatural-tól szoktam rendelni, azt hiszem, hogy a szalon, nem, Medinatural, igen, a Medinatural, igen. Tehát ezen a honlapon tudjátok megtalálni. Én azt mondom, hogy az összes C-vitaminos szérumot, amit eddig próbáltam, felülírja. Asztisztítás után vidd fel a szérumot, megmasszírozott száraz bőr, és masszírozd be. De én egyébként, én ezt nem csak úgy használom, hogy a bőrbe viszem be, hanem én hidratáló krémbe is belekeverem.
Nem olyan rég használok, egy pár éve használok talán csak szérumokat, de talán ez az a szérum, ami tényleg csodát tesz. Hogyha bármi kis pici pattanás akarna egyébként kijönni egy évbe egyszer rajtam körülbelül, tehát egyből bekenem vele, figyeljetek, nem jön ki. Tehát valahogy visszafejlődik és elmúlik. Tehát ez tényleg egy csodaszer. Ezen kívül tényleg nagyon tápláló. Az E-vitamin ugye most a napozásnál elengedhetetlen, hogy az is védi a bőrödet. Úgyhogy nagyon-nagyon ajánlom ezt nektek. És az utolsó az két szérum, és én most kialakult nálam az, hogy milyen szérumokat használok. Ugye mutattam már így a fiókba a rózsagráfos szérumot, az egy nagyon drága árkategória, azért nem is hoztam most külön ide, mert az tényleg már tehát egy magasabb árfekvés, de viszont, hogyha jobban elérhető számotokra egy ilyen 2-2,5 ezer forintért egy nagyon-nagyon jó szérum, és egy jó összetevő szérum, akkor mindenképpen nagyon ajánlom nektek a B-bombot, a Geek & Gorgeous-től, szintén egyébként a Helia D oldalról meg tudjátok rendelni, vagy a SkinSmart-ról. 10% niacidaminot tartalmaz, ez tényleg egy ilyen tisztító és bőrkiegyenlítő hatású, és hát a másik Jedi fegyverem, ami a hialuron tartalmaz, HA5 Rich, vagy a Lightot, vagy ezt szoktam vásárolni, ez egy abszolút hidratáló, feltöltő, vízpótló és szépítő szérum, úgyhogy én ezekre esküszöm tényleg, többen kérdeztétek, hogy mi a titka az én szép bőrömnek? Hát én állítom, hogy ők is a titkai. Én ebbe biztos vagyok. És az utolsó utáni gondolatom, az pedig az lenne, hogy nem vagyok se bőrgyógyász, nem vagyok kozmetikus sem. Ezek csak a saját tapasztalataim. Neked ismerned kell a bőrödet. Tudnod kell azt, hogy először milyen típusú a bőröd. Milyen krémekre van szükséged, milyen szérumra van szükséged. Ha ezt egyedül nem tudod, akkor javaslok egy bőrgyógyászt. Egyébként tudok is nektek ajánlani, hogyha valakinek tényleg ilyen problémája van, nyugodtan írjon rám, és akkor adok egy nagyon jó elérhetőséget. Azon kívül én azt vallom, hogy nem kell túl sok mindent felrakni. Én is egy kicsit abba a hibába estem még így a bőrápolás elején, hogy 80 féle krémet, meg mit tudom én, hányféle tonikot, meg micellásvizet használtam. Én ezt most már leredukáltam, és pontosan tudom, hogy nekem milyen napszakban mire van szükségem, milyen smink rutinom van, utána hogy tisztítom meg, mivel, miért a bőrömhöz, mi nem. Tehát ez szerintem egy elég sok éves folyamat, amíg ez így kialakul, és biztos vagyok benne, mondom, hogy ez a sok minden összeadódik, hogy táplálkozol, mit iszol. Én például nem iszom semmilyen cukros dolgot. Nagyon kevés tojást is eszem. A tejtermékeknél ugye elmondtam, hogy laktózmentesen étkezem. Tehát nem mindegy. Én szerintem nagyon látszik egy emberen, hogy milyen életmódja van. Abszolút meglátszódik például az alkohol is egyből, hogy ha valaki sokat iszik, látszódik a bőrön, és ugye abban sok a cukor. Tehát első körben azt mondanám, hogy a cukrot nagyon vissza kell szorítani, és nagyon sok olvasandó van erről az interneten, keresetek rá, nagyon-nagyon sok okosságot tudtok meg, hogyha így utána néztek a bőrápolási dolgoknak. Ennyi volt a videóm, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Köszönöm, hogy megnéztétek, és vigyázzatok magatokra. Remélem tudtam azért hasznos tanácsokkal is szolgálni. Sziasztok!